Nézzük most meg ennek a 10x10-es round kakulónak, round tehát körkakulónak a megfejtését. Kezdjük talán itt, hiszen a 30 vagy a 23 az csak 6-nak, 8-nak és 9-nek az összegeként írható fel. Ide azonban erre a helyre nem írhatok be sem 8-at, sem 9-et, mert ha például 8-at írnék, akkor a másik két helyre már csak 1-et és 1-et írhatnék, ami ugye megint csak lehetetlen. 9-eset én még rosszabb a helyzetet. Ide erre a helyre mindenképpen a 6-ost kell akkor írnom. Hogyha ide 6-ost írok, akkor mellé ide is a 8-at és a 9-et kell írnom, azok valamelyikét pontosabban, meg ide is a 8 vagy a 9 kerülhet már csak. Most megnézem ezt a 18-at, akkor látható, hogy ide 9-et nem írhatok, mert ha 9-et írnék, akkor erre a 4 helyre olyan számokat kéne beírni, aminek az összege 9, és ráadásul különböznek is egymástól. Ez a legkisebb érték, ami előállítható, az 1, a 2, a 3-nak és a 4-nek az összege lehet, az viszont 10. Így aztán ide erre a helyre 9-et nem írhatok, tehát ez itt 8 kell, hogy legyen akkor, ha pedig ez 8, akkor itt már nem lehet 8, csak 9. Megnézve ezt a 6-ost, 10-ig 4 hiányzik még, eddig a 10-ig, és azt a 4-et 1-nek és 3-nak az összegeként tudom csak előállítani. Most megnézem ezt a 33-at, akkor látható, ide 1-es nem írhatok, mert hogyha ide 1-est írnék, akkor erre a 4 helyre olyan számokat kéne beírni, aminek az összege az 32 volna. De hát 4 különböző szám, 1 és 9 közé eső számnak az összegeinek a maximuma is csak 30 lehet. Ugye? Ez akkor fordul elő, hogyha a 6, 7, 8, 9-et írom. Ez pontosan 30. Ide tehát 1-et nem írhatok, csak 3-at. Még ha 3-at írok, még akkor is erre a 4 helyre olyan számokat kell beírni, amelyek egymástól különböznek. 1-től 9-ig terjednek, és az összegük az pedig 30. Ez pedig nem lehet más, mint a 6, 7, 8, 9. Most ide erre a helyre, ezek közül, a 9-et nyilván nem írhatom be, hiszen akkor alá mind a két helyre nullát írhatnék. Ugyanilyen dolog miatt nem írhatom a 8-at sem. Ha 8-at írnék ide, akkor alá olyan két számok kéne beírni, aminek az összege 1 és ráadásul különböznek egymástól, pozitívak. Lehetetlen. Ha 7-et írok, akkor pedig olyan számot kéne aláírni ide és ide, amiknek az összege 2. Hát ilyet tudunk, de csak úgy, hogyha mind a 2 1. Ami megint csak lehetetlen, hiszen egy ilyen oszlopban nem lehetnek azonos számok. Így aztán erre a helyre nem írhatok mást, csak is a 6-ost. Ha pedig ez itt 6, akkor alá olyan számokat kell beírnunk, aminek az összege 3, ami nem lehet más, mint 1 és 2. És itt is csak az 1 és a 2 szerepelhet. Itt viszont nem lehet 1, mert hogyha ide 1-et írnék, akkor erre a helyre és erre a helyre olyan számot kéne beírnunk, aminek az összege az 18. Tehát 1 és 9 közé eső számok közül csak úgy tehetjük meg, hogyha mind a 2 9 volna. Ami több okból tehetünk meg. Egyrészt nem írhatunk egy ilyen alakzaton belül egy azonos sorba azonos számokat, másrészt pedig ide semmiképpen sem írhatunk 9-est, mert ebben az oszlopban itt már van 9-esünk.
Így aztán itt egy nem lehet. Csak kettő, ha pedig itt kettő van, akkor alatta már nem lehet kettő, csak egy. Ha viszont itt kettő van, akkor 19-et úgy tudjuk állítani, hogy ennek a két számnak az összege 17 kell, hogy legyen, amit csak 8 és 9 összegeként tudunk előállítani. Tehát ide is a 8-at és a 9-et, meg ide is a 8-at és a 9-et írhatjuk. Ide azonban 9-et nem, mert ebben az oszlopban itt fönnváll van egy 9-esünk, tehát ez itt 8 kell, hogy legyen akkor, és ez pedig itt 9 lesz. Most nézzük ezt a 3-ost. Ez a 3-as, ez csak 1-nek és 2-nek az összege lehet, viszont ide 1-est nem írhatok erre a helyre, hiszen ebben a sorban már van egy 1-esem, tehát ez itt 2 lesz, akkor alatta pedig 1. Nézzük tovább ezt itt, ezt a sort, megvan már a 3 és a 6-unk, ami hiányzik, az a 7, a 8 és a 9. Ide ám, erre a helyre nem írhatok sem 8-at, sem 9-et, csak 7-et. Akkor a maradék két helyre most már nem írhatom csak a 8-at és a 9-et. Igen ám, de ide 9-et nem írhatok. Ebben az oszlopban itt lejjebb már van egy 9-esem, ez tehát csak 8 lehet, és akkor ennek kell a 9-esnek lenni. Nézzük tovább ezt itt. A meglévő számok összege, ugye 7, 8 és 9, az 24. 11 a másik két szám összege. Ami nem lehet más, mint 5 és 6. Hiszen nyilván 2-9-ként nem állítottam, hogy nem állítanom el 3-8-ként sem, és 4-7 sem. 4-7-ként sem azt az összeget. Most mi lenne, ha itt 5 volna ezen a helyen, 1 meg 5 az 6 lenne, és akkor ide erre a helyre nem írhatnék már mást, mint 10-et, ami lehetetlen. Így aztán itt ezen a helyen 5 nem lehet, csak 6. Vagy itt 6, akkor fölötte van nem lehet 6, csak 5. Mi jön ide erre a helyre? Megvan az 1 meg a 6, ami 7-et ér, és 7-től 16-ig 9 hiányzik ez, tehát 9 kell, hogy legyen. Nézzük ezt itt, 9-hez 8-at kell adni, hogy 17-et kapjak, ez tehát 8 kell akkor, hogy legyen. Most már meg tudjuk mondani, akkor ezt az elemet is itt. Megvan az 1, az 5, az idáig 6, meg 2, 8, meg 8, 16, és 25-ig 9 kell. Tehát 9 kell, hogy legyen. Nézzük ezt a 17-est. A 17-et vízszintesen nézve csak 8 és 9 összegeként állíthatom elő. Ide azonban nem írhatok 9-et, mert ebben az oszlopban már van 9-esünk. Ezt tehát akkor 8 kell, hogy legyen. És akkor ide jön a 9-es. Nézzük ezt a 24-et, amiből már megvan a 8 és a 9. A 24-et pedig csak egyféleképpen állíthatom elő. Három különböző 1 és 9 közé eső szám összegeként, mégpedig 7-nek, 8-nak és 9-nek összegeként. Ezek közül megvan tehát a 8 és a 9, ennek tehát itt 7-nek kell lenni. Most nézzük ezt a 24-est itt.
Ugye itt ebben a 24-ben, amit csak 7-nek, 8-nak és 9-nek az összegeként állíthatunk elő, meg van már a 7. Tehát a másik két helyre már csak a 8 és a 9 jöhet erre és erre a helyre. Ide azonban 9-et nem írhatok, mert ebben az oszlopban már van 9-esem. Ez tehát nem lehet más, mint 8, és akkor a 9-es már csak ide jöhet sehol máshol. Nézzük ezt a 24-est itt. A 24-est ugye az csak 7-nek, 8-nak és 9-nek az összege lehet. Tehát a másik két helyre, mivel már megvan a 9, ide is csak a 7 és a 8, meg fölé is csak a 7 vagy a 8 kerülhet. Ha ez itt 8 lenne, akkor 12-ig ide 4-et kéne írjunk. Hiszen csak 8-nak és 4-nek az összege 12, ha pedig itt 7 volna, 12-ig 5 hiányzik, akkor ide 5-öst kellene írjak. Igen, ám, de most megnézem ezt itt függőlegesen, akkor látható, hogy mivel a 35 előállításában 5 különböző 1 és 9 közé eső számmal, a 4-es semmiképpen sem szerepelhet, aminek a fő oka az az, hogyha 4 volna előtt, akkor a maradék 4 szám összegének, amelyek ugye egymástól különbözőek, 1 és 9 közé esnek, 31-nek kellene lenni. Ez 30-nál több nem lehet, mint láttuk már többször is, így aztán itt nem lehet a 4, csak is az 5. Ha ez itt 5, akkor 12-ig ide 7 kell, ha ez itt 7, akkor itt már nem lehet a 7-es fölötte, csak is a 8. Térjünk vissza ide. Megvan az 5, a 8 és a 9. És ha megnézzük a felbontást, akkor láthatjuk 5, 6, 7, 8, 9-nek az összegét kellene képzelnünk. Tehát megvan belőle az 5, a 8 és a 9, hiányzik a 6 és a 7. Tehát itt is a 6 meg a 7, vagy 6 vagy a 7. Meg itt is a 6 vagy a 7 szerepel. Térjünk rá ide, hiszen itt már egy 3-asunk megvan, ebben az oszlopban, de itt már 3-as semmiképpen sem lehet, csak 1. Mivel megvan a 8 ebben az oszlopban, a maradék 4 szám az már csak az 1, 2, 3, 4 lehet. Hiszen így jön ki majd összegben a 18. Viszont 1 nem lehet, tehát nem lehet már más, mint a 2-es, a 3-as és a 4-es. Lehet még az 1-es is, tehát itt lehet az 1, 2, 3 és a 4 is. Közben megnézem ezt a 32-est, itt látható, hogy 1-es nem szerepelhet. Tehát itt az előforduló legkisebb szám az a 2-es lehet ebben a sorban. Már csak a 2, a 3 és a 4 lehet.
itt pedig természetesen mind. Tehát a 1 is, a 2 is, a 3 is, és a 4 is. Na nézzük meg ezt a 16-ost itt. Egy kicsit messzébb, távolabb ugrunk. Az éppen foglalkozott résztől. Ugyanis ez a 16, ez nem lehet már más, mint 7-nek és 9-nek az összege. Igen ám, de itt ebben a sorban a 13 nem borható fel 4 olyan szám összegeként, amiben szerepel a 9. Szóval, hogyha egy 9 volna ezen a helyen, akkor a maradék 3 számnak az összege az 4 kellene, hogy legyen. 3 számmal, 3 egymástól különböző számmal, előállítható a legkisebb szám összegben az a 6. Így aztán itt nem lehet már más, mint a 7, alatta pedig a 9. Ha itt 7 van, 13-ig 6 kell, ami csak 1-nek, 2-nek és 3-nek összege. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor itt már nem lehet a 4-es. Itt is az 1, a 2 és a 3 lett. Meg itt is természetesen. Most nézzük ezt a 23-ast. Ez a 23, ez 6-nak, 8-nak és 9-nek az összeg. Ami azt jelenti, akkor ide már nem írhatok 9-et, hiszen ebben forgatom egy 9-esem, ide nem kerülhet más, csak a 6 vagy a 8. Ide elvileg még mind, aztán majd mindjárt részletesebben megvizsgáljuk ezt. Alulra pedig a 8-as nem kerülhet, hiszen 8-as már van, így aztán itt nem lehet már más, mint a 6 és a 9. Nézzük ezt a 9-es, lehet-e itt 9-es? Térjünk ide-vissza erre a helyre. Ha itt 9-es volna, és itt mellette a lehető legkisebb szám, ami számításba jöhet, az a 6, akkor azzal együtt már 15 lenne, és akkor ide nem írhatnék semmit. Tehát itt, ezen a helyen nem lehet a 9-es. Csak a 6 és a 8, mint ahogy fölötte is csak a 6 és a 8 lehet, az pedig azt jelenti, hogy a 6-os vagy itt lesz ezen a helyen, vagy itt lesz ezen a helyen. Itt tehát ebben az oszlopban már nem lehet 6-os, ami azt jelenti, ez már nem lehet más, mint 9-es. Kilenc meg 8, 17 meg 1, az 18. 29-ig 11 hiány. 2-höz 9-es kéne, hogy 11 legyen, az tehát itt kiesik, mint lehetőség. 3-hoz pedig 8 kéne, hogy 11 legyen. De hát 8-as is van már ebben a sorban, így aztán ezen a helyen már 3-as sem lehet. Egyedül a 4 szerepelhet már itt. És 4-től 11-ig pedig 7 kell, ezen a helyen, tehát 7-nek kell akkor lenni. Vagy itt 7, akkor fölötte már nem lehet 7, csak 6. Ez nagyon jó, hogy kijött ez a 6-os, mert az azt jelenti, akkor itt már nem lehet 6, csak 8. Ha pedig ez 8, akkor itt már nem lehet fölötte 8-as, csak 6. Ami még könnyen kijön, az ez az elem itt, hiszen a 3-ból ebben a sorban megvan már 2. 6, 8, 14, 15-ig 1 kell, itt tehát mindenképpen csak az 1-es lehet. Ez pedig azt jelenti akkor, hogy itt már nem lehet 1-es.
Sőt, négyes sem lehet, hiszen ebben a oszlopban már kijött a négyesünk. Na nézzük ezt a 23-ast itt, ez a 23-as ugyanis nem állítható elő másként, csak 6-nak, 8-nak és 9-nek az összege. Igen ám, ide azonban erre a helyre sem a 8-at, sem a 9-et nem írhatom, azaz ide nem ért már más, mint a 6-os. Most, hogyha ez 6-os, akkor a másik két helyre, ide és ide olyan számokat kell írni, aminek az összege 17, tehát ez nem lehet már más, mint a 8-nak és 9-nek az összege. Ide azonban 9-es nem írhatok, mert ebben az oszlopban már van egy 9-esem, vagyis ez itt már nem lehet más, mint a 8-as, és akkor a 9-esnek itt kell szerepelnie. Így ki is jött a 23 erre a 3 számra. Most ugye megnézem ezt a 8-at és ezt a 9-et itt, ezeknek az összege 17, és akkor a másik két helyre ide és ide olyan számokat kell beírni, aminek az összege 3, egymástól különböznek, ezek tehát nem lehetnek mások, mint az 1 és a 2. Ide is olyan számokat kell beírni vízszintesen, amelyeknek az összege 3, tehát ide sem jött más, mint az 1 és a 2. Most nézzük meg ezt a 5 számot, amiből már 3-at tudunk. Tudjuk a 6-ot, a 8-at és a 9-et, ezeknek az összege pedig 23. A másik két számnak az összege 23-tól 28-ig 5 hiányzik. Ha itt 1 van, akkor itt 4-nek kell szerepelnie, és ez azonnal lehetetlen, hiszen ebben a sorban nem szerepelhet 4, hiszen itt csak 1, a 2 és a 3 szerepelhet. Itt tehát 1 nem lehet, csak 2. Ha ez 2, akkor itt nem lehet más, mint az 1. Ha ez itt 1, akkor fölötte már nem lehet az 1, csak a 2. Ezt itt kibírjuk számolni, most már. 2 meg 8 az 10, ezzel a 9 az 19, meg 6 az 25. 28-ig hiányzik 3, az tehát 3 kell akkor. És akkor ez a 6, ez már csak úgy jöhet ki, hogyha ez a hiányzó elem itt 1 lesz. 1-nek, 2-nek és 3-nak az összeg lesz, mégis a 6. Itt már nem lehet akkor 1, csak a 2 vagy a 3. De hát itt is csak a 2 vagy a 3 lehet, ami azt jelenti, hogy ha itt a 2 van, akkor itt csak a 3 lehet. Ha pedig a 3 van itt, akkor itt csak a 2 lehet. Ez azt jelenti akkor, hogy itt már nem lehet sem a 3, sem a 2. Ez tehát nem lehet más, mint 1. De most hát itt 1, akkor 8-ig 7 hiányzik. Ennek tehát itt 7-nek kell lenni. Most megnézve itt ezt a sort, megvan a 6, a 7 az 13, meg 9 az 22. 22-től 32-ig 10 kell. Ha itt 2 van, akkor ide 8 kell. Ha pedig 3 van, akkor ide 7 kell. És
hiszen 3-nak és 7-nek az összeg a 10. Igen, ám, de itt nem lehet 7-es, mert ebben a sorban itt már van egy 7-esünk, ami azt jelenti, hogy nem lehet már más, mint 8. És akkor itt meg nem lehet már más, mint 2. Vagy itt 2, akkor fölötte már nem lehet 2, csak 3. Vagy itt 3, akkor itt nem lehet már más, mint 2. És akkor ezzel ezt a kör alakú kakurót meg is oldottuk. Ennek a megoldása így néz ki. Így teljesülnek azok a feltételek, hogy minden egyes szám, vagy az alatta lévő, vagy a tőle jobbra lévő számok összegeként áll elő.